pontszámokat szeretné gyűjtögetni, szerintem ez látható, és sokkal agresszívebben érkezett meg a pásztázó lencsével. League of Legends. A Team Plague ott folytatta, ahol egy héttel korábban abbahagyta. Pareszékra nincs ellenszer, így már két győzelemmel megléptek a közvetlen üldözőiktől. A második helyen hármas holtverseny alakult ki a KMK, a VSE és az LLH között. A trióból a KMK van a legjobb formában, ők zsinórban három diadalnál tartanak. A rájátszásért folytatott harcba szeretne beleszólni a játékos cserék után a Level Up, az AGV, valamint a Golden Fox ötöse, akik az elmúlt négy meccsükből hármat behúztak. A tabella végén az Illés Akadémia Spirit neve olvasható, Noizerék jelentős hátrányban követik a mezőnyt. Még mindig mindegyik csapatnak van esélye megcsípni a top 4 helyezés valamelyikét, amivel megválthatják jegyüket a rájátszásba. Azonban a fordulók száma egyre fogy. Talán be tudja adni középültre, nem sikerül neki Adrián tisztáz. Rusi Adriánnal, próbálj visszapasszolni Rusi sikerül, és neki viszont ott van Christian. Rocket League. Úgymond kárpótlást kaptak a szurkolók a negyedik fordulóban szinte csak 3-0 arányban véget ért mérkőzésekért. A legutóbbi, ötödik hétvégén ugyanis 5 best of 5 szetten is az ötödik mérkőzésen tudtak dőlőre jutni a csapatok. Az izgalom az Illés Akadémia Spirit és a DVTK Vikingek összecsapásán volt a legnagyobb, ugyanis az utolsó meccsre több mint 3 perces hosszabbítást húztak a csapatok, amely végül a Diós György győzelmét hozta. Az Alcohol Damaged Penguin Squad is 2-10-ben eljutott az ötödik meccsig, de végül alul maradt a KMK eSport és a DVTK ellen is. A Scoopidup sem volt messze az első szezonbeli győzelmétől, de az előzetesen esélyesebb Sinking csapata végül is 3-2 arányban felülmúlta őket. Már csak egy hétvége van hátra a csoportkörökből, így az utolsó esélyükre készülnek a csapatok, hogy elérjék a rájátszást vagy elkerüljék a kiesést. Minden fronton a virtuális labdarúgásban zajlik az élet! Nagyszerű löket közben, Schneider Richard volt szerint. HPCL. Ahogyan az várható volt, a KNTH MNEP HPCL 7. játéknapját követően átrendeződtek az erőviszonyok az élen, de még így is csak egy pont választja el a legjobb három együttest. A hétvége legnagyobb nyertese az MTK volt, akik a negyedik helyről átvették a vezetést, miután először legyőzték a Honvédet, majd megfordították a Puskás elleni rangadót. Miközben a Puskás ezt követően a DVSC ellen nyert magabiztosan, illetve a Troll focinak is összejött egy siker, bár nem tudták kihasználni a lehetőséget, és a ZTE elleni döntetlen miatt kénytelenek beérni a második hellyel. A DVSC pedig egy picit lemaradt a hármastól, hiszen a másik összecsapásukat sem tudták megnyerni a Veszprém ellen. A középmezőnyben nem igazán történt változás, mindössze annyi, hogy a Genesis egy kicsit meglépett a többiektől, és lassan felzárkózik az élenállókhoz. A kiesési rangadót a Grosics alapítvány nyerte a Vasassal szemben, majd a PTE együttesét is megverték, így a Level Up mellett ők ketten 10 pontosak, ezért nagy csata lesz majd a kiesés ellen. És ebben a pillanatban útjára indul igazából a második verseny. Lássuk, hogy Blazsán Patrik meg tudja újra szorongatni, de ahogy mondtad, Szarkasolt sokkal jobban odafigyel, és talán így van, meg is fogja a pozícióját. Gran Turismo Sport. A KNTH MNEP Simliga GT Sport második hétvégéje halmozta az izgalmasabbnál izgalmasabb küzdelmeket. Az élen Szarka Zsolt és Blazsán Patrik óriási csatát vívott egymással, és gyakorlatilag a 12 körös verseny elejétől kezdve egészen a végéig egymás mögött haladtak, miközben Patrik többször is megpróbálta még a lehetetlen helyeken is megelőzni az előtte haladó vetélytársát. Volt, hogy kanyarokon keresztül egymás mellett haladtak fej-fej mellett, de Szarka egészen elképesztő módon védekezett. Aztán jött a dráma, mert az utolsó körben valami történt Szarkával, lehet, hogy a gumiai nem bírták már tovább, és pár kanyarral a leintés előtt nem csak Patrik előzte meg, de Báder Benyámin is lehagyta. A második futamon, melyen fordított rajtrás volt az első 8 helyezettnek, Szarka a 6. helyről indulva már az első kanyarban a második helyig tört előre, majd néhány kanyarral később már az élen állt, és szépen ki is autózta előnyét. Mögötte egy ideig Benyámin haladt, viszont Patrik csak pár körrel később kezdte meg a felzárkózást, és bár mindenkit megelőzött, ez nem volt elég az első helyhez, mivel nem volt előnye, plusz az utolsó körben összeszedett egy majd egy másodperces büntetést, így végül csak a 3. helyen zárt Benyámin mögött.